Ritka élményre hívta a csíkszeredaiakat egy lovasgazda. Ikercsikóit lehetett megcsodálni és megsimogatni. Szila és Habcsók csak néhány napja jöttek a világra, de már is elevenen ugrándoznak. Fittyet hányva arra a tényre, hogy a szakirodalom szerint az ikerellések legtöbb esetben az egyik csikó vagy az anya halálával végződnek. Zsenge koruk ellenére jókedvűen ugrándoznak a párnapos csikók Gál Ferenc villanypásztorral óvott legelőjén. A szabadtartásban élő 10 fős ménes fiatal kancája, Murika vemhességéről tudott gazdája, de a második kis csikó meglepetésként született. És egészségesen annak ellenére, hogy a szakirodalom szerint nem csak az újszülöttek, de az anya élete is veszélybe kerül a lovak ikervemhessége esetén. Éppen ezért legtöbbször állatorvosi beavatkozással előzik ezt meg, ha kiderül az ikervemhesség. Statisztikák szerint azonban mindössze 0,5%-os ennek az esélye. A két újszülött kiscsikó nem törődik a statisztikákkal. Gazdájuk Habcsók és Szilaj névre keresztelte őket. Most még csak anyatejjel táplálkoznak, de párnapos koruk ellenére szaladgálnak anyjuk éber jelenlétében.